Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ennek a videónak az a célja, hogy mindenkinek legyen egy nagyjából elképzelése a kontinens, azaz a Witcher világának topográfiájáról. A térképet nem én csináltam, de adok hozzá egy linket, szóval te is tudod nézegetni. Hivatalos térkép nincs. A kontinenst három részre bontjuk. Van Nilfgaard, vannak az északi királyságok, és van mindenki más. Délen kezdünk. Nilfgaard egykoron nagyjából akkora volt, mint maga az írás. Minden, ami ilyen szürkés, az a feketék területe. Ha arra vagy kíváncsi, hogy mikor és ki hódította meg, a Nilfgaardi Birodalom története című videóban elmondom. Az Arany Tornyok Városa, a Nilfgaardi főváros. A könyvekben úgy van leírva, mint az Ezer Torony Városa, de a Golden Towers, nem tudom, hogy miért lett ezer, mindegy. A fővárostól keletre van egy sivatag, az a neve, hogy Korát. Ez majd akkor lesz lényeges, amikor Ciri véletlenül ide kerül. A Kárpát-medence az Tussant, a kóbor lovagok hazája. A fővárosuk Bókler. Tőlük keletre van Zerikánia, onnan jönnek a zerikánok, akik a sárkányos részben voltak. Nyugatra van a Sedna mélyedés. Ez olyan, mint a Marianna árok. És Pavetta ott halt meg. Itt van Skellige, a vikingek sziget csoportja. Innen származik például Aist Tursek, ő volt Kalanté férje, aki az első részben meghalt. A fővárosuk Ker Trolde. Itt van Sintra, a főváros és egyben a királyság. Itt van egy ilyen kis csata jel, ez a Márnadáli lépcsőnek nevezett hely, ahol Sintra és Nilfgaard az első részben harcoltak. A kontinensen kettő darab nagyon lényeges folyó van. Az egyik a Jaruga, ez itt. A másik a Pontár, ez itt. Amikor az emberek megérkeztek ebbe a világba, ugye hajókon, a Pontár és a Jaruga torkolatainál kötöttek ki. Ugyanakkor, mint az látszik is, a Jaruga egy természetes akadály, ami visszatartja a Nilfgaardiakat. Van ez a kettő célkereszt-szerűség, ez az a kettő pont, ahol át tudnak kelni. Itt van Soden, ez az a tartomány, ahol mind a kettő Sodeni csata lezajlik. A második Sodeni csata, avagy a csata Soden hegyén az, amikor a varázslók is harcoltak. Ha a Jarugát átlépjük, elérjük a négy királyság területét. A négy királyság Temeria, fővárosa Vizima. Redánia, fővárosa Tretogor. Kaedwin, fővárosa Árt Kerig. És Edirne, fővárosa Wengerberg. Van még egy csomó kiskirályság, például Sidaris, Rivia és Lyria, meg a többiek, de ők most nem fontosak. Látunk itt egy erdőt. Ez Brokilon, a driádok erdeje. Dwayne Cannell, a tölgy helye, Brokilon szíve. A driádok úgy szintén egyfajta akadályt képeznek, ugyanis egy-két kivétellel minden embert megölnek. Lényegtelen, hogy kinek az oldalán harcol. Ott van Tanet szigete. Ezen a szigeten van Aretúza és a Sirálytorony. Tanet szigete fölött van egy magányos város, ami Redánia területén van, de nem tartozik hozzá. Ez Novigrad, a szabad város. Középen van ez a hegy lánc, ez Mahakam, innen jönnek a törpök. Itt van Elander tartomány, azon belül Melitele szentélye. A Striga harc után itt tápolják Geraltot. Ez a kis bekerített rész a Pontár völgye. Kaedwin és Edirne itt harcolnak folyamatosan. Problémák vannak a határral. Dol Blatana, ismertebb nevén a virágok völgye. Egykoron a tündék területe volt, a későbbiekben ismét az lesz. Geralt itt találkozott az ördeggel, meg a tündékkel. Itt van ez a kis zöld folt. Látod? Ez mind a tündéké. Tehát, ja, szomorú. Itt van Sheraved. Ez volt az Enseid tündék legendás palotája, amit ők maguk romboltak le. És ehhez kapcsolódik Eliren, Sheraved fehér rózsájának lázadása. Erről a második rész kibeszélőjében volt szó. A sarokban bujkál a vajákok fészke. Ott van Ker Morhen. Nyugatabbra van Ed Gimbel. Ez volt a város, ahol Yen és Istred fészket raktak. Itt van Blaviken.
Geralt ezen a helyen találkozott Renfrivel, és mellette itt van Tridam. Innen származik a Tridami ultimátum. A fölötte lévő területek nem fontosak, tehát most kihagyjuk. Kovir és Povis. Róluk annyit kell tudni, hogy gazdagok. De így nagyon. Mindaddig, amíg Sigismund Dijkstra meg nem jelenik, elhanyagolhatók. Szóval, ha nem szeretnél nagyon belemászni a történetbe, akkor ennyi elég. Illetőleg ezt a videót követően használni fogom a térképet a kibeszélőkben is, hogy mutogassam éppen mikor hol vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!